Na sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit ebben a mai videóban, hát ismét elérkezett egy újabb csütörtök, ez pedig egyben azt is jelenti, hogy ismét van új GTA Online heti frissítés, úgyhogy én nem mondó vagyok, hogy ne is húzzuk tovább az időt, hanem vágjunk is bele, és lássuk, hogy mi mindent kaptunk ezen a mostani héten. Most a jelenlegi hét szeptember 2-ától egészen szeptember 9-ig tart, jött belépési bónusz, úgyhogy szerintem kezdjük rögtön azzal. Mindenki, aki belép a játékba ezen a héten, ingyenesen megkapja a Negative Speed Demon Liveryt, a Cypherre, a NFS Most Wanted hangulat érdekében. Más belépési bónuszt nincs, úgyhogy folytassuk a pódium járművel, ami nem más a héten, mint a Landstalker XL, több mint 1.200.000 dollárba kerülne, ha nem lenne most fent a pódiumon, de fent van, úgyhogy 7 napig ingyenesen ki tudjátok pörgetni, vagyis hát tudtok próbálkozni, ehhez pedig sok sikert kívánok mindenkinek. Lássuk is a Prize Ride-ot, ide hatalmas meglepetésre a Cypher került fel, ami ezen a héten a nagybetűs sztár, ugyanis ott van a Prize Ride-on, ott van a tesztautók között, és ez jelent meg ma vadonatújonnan, úgyhogy úristen. 5 street versenyt kell egyébként megnyerni ahhoz, hogy meg tudjátok szerezni, szerintem ez nem olyan vészes, viszonylag könnyen teljesíthető, úgyhogy hajrá és sok sikert ehhez is. És akkor ahogy már mondtam, ott van ugye a tesztautók között, mellette középpen a Previon, ami jövő héten válik majd elérhetővé, és a szélén pedig nem más, mint a Dominator GTT van, ezeket lehet tehát kipróbálni a jelenlegi héten. Jöjjenek is az akciók, 20%-kal olcsóbb a héten az összes autóshop, csapjatok le valamelyikre, hogyha még esetleg nincs meg, aztán 30%-kal olcsóbb a Jester RR, és 40%-kal az Itari RSX, a Benefactor Krieger, az Emerus, a Dingy, és végül, de nem utolsó sorban a Tula, úgyhogy használjátok ki ezeket az akciókat is. És térjünk rá a pénzszerzési lehetőségekre. Nos, tripla szorzós az összes Tiny Racers Adversary mód, és dupla szorzósak az autóshopos kontrakt küldetések, illetve a DJ requestek. A kontrakt küldetésekkel szerintem elég szépen lehet farmolni, úgyhogy talán ezt érdemes még a leginkább csinálni ezen a héten, ráadásul megjelent a The Union Depository küldetés, tehát most már ezt is tudjátok teljesíteni, és ráadásul ez elég jól is fizet, a többihez képest is, szóval próbáljátok ki, hogyha szeretnétek. A szokásos 2 time trialról se feledkezzünk meg, az RC bandítós a Power Station, a sima Land Vehicle-ös pedig a Coast to Coast, a megszokott 101 000 dollár jár értük most is, úgyhogy érdemes foglalkozni ezzel is. És nem is maradt más hátra, mint hogy ismertessem veletek az új autót, mondjuk nagy meglepetés már nem lesz, hiszen lelőttem a point, a Cypher vált elérhetővé 1.550.000 dollár alapból, trade price-ral pedig 1.162.500. Én viszont most mindenkit arra ösztönöznék, hogy a megvásárlása helyett inkább nyerjétek meg ezt az 5 versenyt a street versenyeken, és szerezzétek meg teljesen ingyen. Tesztpályán ki tudjátok próbálni, hogyha szeretnétek, úgyhogy szerintem, ha már egyszer felkerült a Prize Ride-ra, akkor inkább foglalkozzatok vele egy kicsit és szerezzétek meg, 1,5 millió dollárt lehet vele spórolni. Én pedig ezzel meg is köszönöm mindenkinek a figyelmet, hamarosan találkozunk egy élő adásban, addig is osszátok meg kérlek ezt a videót olyanokkal, akiknek ez esetleg hasznos lehet. Köszönöm szépen még egyszer, én Dani voltam, sziasztok!